egymás kultúrájának megismerése és baráti kapcsolatok kialakítása. Ez az egyik célja a Magyarországon már több mint 20 éve működő egyesületnek. Idén az Arizonai Friendship Force egyik csoportját látják vendégül. Egymás megismerésével népek, emberek közelebb kerülhetnek egymáshoz. És természetesen, ahogy jó vendéglátókhoz illik, a Városházán is köszöntötte őket Róth Péter alpolgármester. Ha valaki Magyarországra akar utazni, nem biztos, hogy a Friendship Force égisze alatt fogja ezt megtenni. A szervezet alapelve az, hogy inkább az emberi kapcsolatokat erősítsük, Faces Not Places, ez a szlogenje a Friendship Force Internationalnek. Teljes mértékben magunkévá is tesszük ezt a gondolatot, igyekszünk minél több találkozókat létrehozni, kapcsolatokat építeni, és ők a magyar családokkal együtt élnek egy hétig. Stéger Erzsébet azt mondja, az amerikaiak nagyon érdeklődnek Magyarország iránt, és tulajdonképpen az ő kezdeményezésük volt a mostani látogatás is. A csoport tagjaik közül egyébként sokan még soha nem voltak Magyarországon. Arizona nagyon messze van, de itt mindenki a Friendship Force gondolat alapelvei szerint viszonyul a dolgokhoz. Számunkra éppen ezért ez a több ezer kilométer nem jelent távolságot. A Városházán nem ért véget a látnivalók sora. A csoportra vár még egy budapesti, egy velencei tavi és egy balatoni kirándulás is. Ezzel együtt természetesen megismerkednek a magyar gasztronómia különlegességeivel is.